Jó napot Magyarország, 7 perc elmúlt, most már 8 perc elmúlt, 17 óra. Szerkesztőm a Bicsák Eszter, munkatársa Makrai Bernadetta, hangmesterünk pedig Szabó Péter. Elmondom még SMS számunkat, 06 39 666. Ide várjuk kérdéseiket és véleményüket, én Gyarmati Péter vagyok. A következő témánk egy 125 éves évforduló. Magyarországon neki van a legtöbb szobra, a települések nagy részén utca és tér viseli a nevét. Politikai pályája és emigrációban töltött évei viszont vitatottak. A Veritas Történetkutató Intézet ma konferenciát tartott Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója alkalmából. A Magyar Nemzeti Múzeumban Barta Bernadett járt. Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Veritas Történelemkutató Intézet kutatócsoportjának vezetője. Kossuth rámutat Görgeire, mint bűnbakra, valós megítélését ellehetetleníti. Mi derül ki a vita irataiból, amit eddig nem tudtunk? 1881-82-ben zajlott le egy nagyon komoly vita az akkori sajtóban. Kossuthnak ekkor jelent meg az Irataim az emigrációból című munkájának a második kötete, amelyben leközölte néhány angliai előadását és a hozzáfűzött kommentárjait. És ezekben a kommentárokban, illetve magukban az előadásokban is szó esett a szabadságharc végnapjairól, különös tekintettel a hatalom átadására, illetve a görgei fegyverletételére. Ezekre a korábbi cikkekre maga Görgei is reagált, a Gyulai Pál által szerkesztett Budapesti Szemlében két vitairatot is közzétett, és több kérdésben is cáfolta a Kossuth-féle verziót, legyen szó akár a trónfosztás kimondását megelőző beszélgetésükről, akár Budaostrománnak a felelősségéről, akár pedig a végnapokról és a hatalom átadásáról. Elég élénk volt a kapcsolat Kossuth és a hazai hívei között, és egy Hentorler Lajos nevű függetlenségi publicista történész megküldte Kossuthnak ezeket a cikkeket, és Kossuth úgy gondolta, hogy erre neki is valamilyen módon válaszolni kell, és két változatban 1881-82-ben írt Kossuth Görgei kérdésről. Erkölcsi dimenzióba helyezi a dolgot, azt írja, hogy annyit már csak elvárhat, hogyha ez az áruló valamit állít, és ő is állít valamit, akkor a közvélemény neki fog hinni, hiszen Görgei megírta az emlékirataiban, hogy direkt hamisan esküdött meg a függetlenségi nyilatkozatra annak érdekében, hogy meg is dönthesse azt. Kossuth látja azt, hogy konkrétumot is kéne mondani a Görgei állításairól, ír egy fiktív levelet, hogy ezt Kossuth írta neki, következőket írja Görgeinek az árulásáról. Konkrét dolog, amit mondjuk korábban nem tudtunk volna, olyan viszonylag kevés van ebben a vitairatban, inkább maga az összeszerkesztettség az érdekes. Egyetlen egy olyan pont van, ahol azért látszik, hogy Kossuthban nem akármilyen történészi képességek is voltak. Az 1849. február elejé hadi helyzettel kapcsolatban egy nagyon érdekes és nagyon kritikus elemzést ír arról, hogy Görgeinek mit kellett volna csinálnia. A kiegyezést és Derák Ferencet bírálta a híres Kasztandra levélben is. Pont olyan hívvel, mint egyébként Görgeit. Van ebben valami hasonlóság? Kétségkívül van. Tegyük hozzá, hogy Deáknak az erkölcsi integritását soha nem vonta kétségbe ellentétben Görgeivel. Tehát ő úgy látta, hogy Deáknak lehetett jó a szándéka, de hogy rossz volt maga a végeredmény. Külpolitikai helyzet megítélései azok nem mindig voltak pontosak. Viszont maga az általánosítás és maga az a felismerés, hogy a dualista rendszer hosszú távon fenntarthatatlanná válik a kiterjedt uralkodói felségjogok és az eltérő területeknek az eltérő érdekei miatt, ez valóban egy olyan zseniális megfigyelés volt, ami hát máig is bámulattal tölti el az embert. Az Ismeretlen Görgei című kiállítás egyik kerekasztal beszélgetésén ön volt az, aki említette, hogy itt nem Görgei kérdésről kéne beszélgetni, hanem Kossuth kérdésről. Ez is adta az apropóját a mai konferenciának, amit Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója alkalmából rendeznek. Csorba László történész, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója. Kossuth Lajos személyisége ellentmondásos megítélését tekintve, mai konferencia esetleg próbálja ezt árnyalni, tisztázni ezt a képet, amit Kossuth Lajosról alkotunk? Természetesen, hiszen a közvéleményképe mindig leegyszerűsített, sematikus és egyszerű. És valóban nagyon sokan csak ezeket az ellentéteket tudják. Ugye Kossuth Széchenyi, ugye Kossuth Görgei, Kossuth Deák és két. Ez már nem feltétlenül jelenti azt, hogy maga Kossuth ellentmondásos, bár természetesen vannak problémák, amelyeket valóban nagyon nehéz megoldani. Tehát például a Görgei elleni áruló vád, ezt ma semmiképp sem tartjuk helyesnek. Tehát azt meg kell magyarázni, hogy egy ilyen színvonalú gondolkodó, egy ilyen méretű figura, aki tényleg Szent István óta a legnagyobb társadalmi átalakulás vezetője volt, a jobbágy felszabadítási, aki a szimbolikus és a valóságos vezetője volt a 48-49-es szabadságharcnak és forradalomnak, tehát a magyar nemzetet megteremtő nagyszerű csoportküzdelemnek, hogy hogyan lehetett ennyire kicsinyes Görgeivel szemben, ugye hogyan tarthatta fönn
ezt a fajta vállalat. Tehát ezeket meg kell tudni magyarázni. Ebben az értelemben valóban ellentmondásokról is szó van. Ez a konferencia nem elsősorban erről szól, hanem olyan fontos politikai csomópontokat vesz sorra, amelyek ebben az időszakban Kossuthot megszólalásra készítették, és ezekben megfogalmazott véleménye olyan erejű, jelentőségű, amely az egész közösség számára fontos lehet, tehát ami nem megosztja, hanem éppenséggel összegezi, egyesíti a véleményeket.